Az agráriumot érintő legfontosabb tudnivalókról, jogszabályi változásokról tájékoztatták a Vármegye termelőit szerdán. A Gazdafórumon szó esett a közös agrárpolitika elmúlt egy évével kapcsolatos tapasztalatokról, a találkozó egyik kiemelkedő témája volt a gabonatermesztés jövője, valamint ismertették a hazai mezőgazdaságba bevezetett ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A fórum egyik kiemelt témája a gazdaságok átadásával kapcsolatos jogszabály volt. Az a cél, hogy egy picit ilyen egyablakos rendszerként működjön, ami már egyébként az államigazgatásban kormányablakokat, ha tekintjük, létezik, tehát az szerette volna a jogalkotó, hogy ezzel a jogszabállyal ezt a fajta gazdaság átadást, ami egy komplex vagyonösszességről van szó, hogy ezeket a lehető legegyszerűbben tudja átadni maga az átadó az átvevőnek, az idősebb gazda a fiatal gazdának. Az EGRI Gazda Fórum egy vármegyei programsorozat befejező eseménye volt. Heves megyében, mint több megyében is elhatároztuk, hogy körbejárjuk novemberi hónapban a gazdálkodókat, és ezeket a legújabb és legfontosabb változásokat, amely húsba és zsebbe vágó kérdéseket taglalgat, azokat megpróbáljuk, mint a gazdálkodóknak információ formájában átadni, és a felmerült kérdésekre válaszolni, hogy hogyan tovább magyar agrárium, hogyan tovább a magyar agráriumban. Arról is beszéltek, hogy az előleg kifizetések mikor és milyen formában érkeznek a gazdákhoz, illetve mit érdemes tudni az online naplóról és a területi monitoring rendszerről, amely a földeket műholdról ellenőrzi.